Na, hello. Itt vagyok a Cigor Crafton. Most gondoltam, kicsit összefoglalom a tapasztalataimat szerverrel kapcsolatban. Mint tudjátok, kicsit nehezített verzió volt. Hát első kellemes meglepetésem a GregTech, szóval GregTech nélkül valószínűleg nem sikerült volna ilyen szép kis helyet csinálnom, de hát mivel a GregTech mindenféle IC2-es gépet jelentősen megnehezít, amellett, hogy közönséges vödröt, vagy fémpáncélt, vagy fémfegyvert is úgy tudtok lekraftolni. Hogy ilyen lapokat készítetek és kalapáccsal rakjátok össze, nem beszélve az összes többi gépről. Ezért inkább Towncraft-tal foglalkoztam, építés-szépítgetéssel és ezzel a kis házzal. Nagy szerencsé, hogy teljesen véletlenül elkerülte a srácok figyelmét a Morph mod. Így mostanában a szerveren szinte mindenki denevér, hogyha valaki készít valami érdekes újdonságot, akkor ilyen denevér felhők lebegnek körülötte. Nagyon viccesen néz ki, mint egy Batman film. Hát itt van egy kis bányászhajóm. Ezt nagyon egyszerű, csináltok egy ilyen, csak a valia valamiért mindig kikapcsol. Helm nevezetű baromi egyszerűen lekraftolható blokkot hozzárögzítitek egy bármilyen építményetekhez, ami nem kapcsolódik semmihez, és akkor lesz egy ilyen mozgásképes kis hajótok, tankotok, légpárnásotok, tengeralattjárótok. Jobb klikkel belementek, és amint itt látható, ilyenkor szépen tudom forgatni, menni vele, emelkedni, süllyedni, és így tovább, ami szemszájnak ingerelt. Én azért raktam ki így az órára a pilóta fülket, mert így rendesen körül tudok nézni, és a denevér az csak egy blokk magas, és hát belelóg mindenbe. Van persze még egy fék gomb, és egy olyan, ami beállítja, hogy amikor visszatér normál világban, mert így senki nem tud bele nyúlni az egészbe, ez tulajdonképpen egy entity, ahogy legugolsz, ebből kidob, és ugye a denevér, mivel egy blokk magas, ezért néha kicsit fulladgat. Forgatással van probléma időnként, de attól függetlenül látjátok, itt rendesen működik a blokk, csak vizuálisan. És hát az egyik srác az pakolt föl barreleket, egyik játékos, és a player dataját is törölni kellett, úgyhogy csak óvatosan bánjatok vele. Ezek itt a floater blokkok, ez akkor szükséges, hogyha igénylitek, hogy lebegjen a vízen, bár nehéz a hajótest. Ezek pedig a kis légballonok. Hogyha azt akarjátok, hogy repüljön, akkor legalább 40%-ának ebből kell állnia. Nagyon ügyes, figyel arra, hogy ilyen természetes blokkokhoz, mint föld, fű, sima kő, ne csatlakozzon hozzá semmilyen esetben. És hát itt csináltam egy egész ilyen kis picike darabot. Amikor ide költöztem, csak ez a fa volt itt, ide csináltam meg ezt a platformot. És utána kiderült, ugye gyűjtöm ebbe a videóba most a kis hasznos dolgokat, hogy ebből a fából, Redwoodból, a szerverünkön valamiért elég egy darab saplinget elültetni, nem kell 7x7-esen, és idővel ki is nő a fa. Egyik játékos társunk majdnem meg is halt, amikor megbomlesztette, és így szépen kinőtt a fa ő köré. Itt lehet látni, milyen egyszerű csinálni. Egy automata smelterit, ezt le is kapcsolom, hogy ne zavarja a szervert, és itt van az eredmény, amit kiszedett. Úgy vettem észre, hogy sima ingotok készítésénél a timer 4-en nagyszerű, míg a blokkok ugye egy kicsit több ideig tartanak, amíg megszilárdulnak és kifolynak, ezért ezt 8-ra állítottam be. Na de tegyük is el a kis nyereményünket. Nézzünk körbe a szerveren, és közben amit mondok, az ugye mit tapasztaltunk időközben, hogy még meg lehet csinálni. Hát itt ez a teljesen első kis helyem,
annak idén mászkáltam azzal az egy fémvödörrel, amit elkészítettem, így kikalapálva erre a kellemes kis lávás bajomra, és egy lávával két steknyi cuccot ki tudtam égetni a normális kemencében. Ez itt forrásvíz, amíg a szerver ultra hardcore nem regenerálódóson volt, ezt használtuk gyógyulásra. Amint látszik, ez ilyen rövid ideig ható regeneration-t ad. Ezt sajnos nem lehet fölvenni normális ödörrel, kell hozzá a Biome Supplanti által berakott mennyország dimenzióból ilyen gusztustalan undorítók és lila színű ásvány, abból lehet vödröt csinálni, ám de nagy szerencsénkre, hol is van? Na. Most persze nincs meg, mindegy, van egy az inventorimban is. Szerencsére lehet készíteni fa vödröt, három logot, fatörzset egymás mellé pakoltok vödör alakban. Azzal lávát nem lehet fölvenni, de arra nem gondoltak, hogy más folyadékot, ami nem láva, ne tudjon fölvenni, ezért hoztam haza. Ez az egy kis jacuzzi, vagy hogy szeretem nevezni, lábfizem, és akkor ebben regenerálódgatok. Kérdeztétek a képen, hogy ezek a kis ninja ugrálás elősegítő dolgok mik? Hát ezek gumifák IC2-höz. Érdemes így lecsupaszítani őket, akkor lesz belőle még szeplingetek, feltárul az egész fatörzs, és ezek a kis bigyók, amiket egy ilyen kis csappal megmaceráltok, és kidob ilyen kis gumibogyót, amit utána ki lehet sütni. Ez a csík itt, Quixen, nagyon kellemes meglepetés volt, ugyanis jöttek a zombi hordák, de amint beleléptek ebbe a Quixenbe, szépen lassan elsüllyednek, olyan lassan süllyednek, hogy megfulladnak. Itt lent van egy kis szállítószalag és egy éhes cseszt, ami begyűjti a cuccokat. Hát elvileg ebből az irányból védve vagyok a hard fokozat csoportos támadó zombiai és egyéb gyalánkságai elől. Ezt így félig megcsináltam a bázisom körül. Egyébként mit szóltok, milyen gyönyörű kis kaotikus kert, teljesen feng shui szempontból összehozva. És a túloldalt pedig a kis állatfarmomnál, ami még abszolút ilyen kis vanillaszerűség, semmi automatizálás. Itt pedig lepakoltam ilyen punchy stickeket, ami sebez, lassít és mérgez is, és mindössze 5 darab sugárként kell berakni X alakban a crafting benchbe, hogy kapjatok egy párat ebből. Nagyon jó kis védekezés, és hát nemrégi towncraftos felfedezésemnek hála most már jól látom az auranódokat, és meg is döbbentem, hogy mennyi van még pluszban a környékben. Hopp! Méhecske. Ővelük még nem kezdtem el igazán semmit. Csak itt tenyészgettem őket. Azt is észrevettük játék közben, hogy denevér alakban sokkal hamarabb leszel éhes, minél többet repkedsz és minél többet csinálsz. Hát, valamennyire mégiscsak kibalanszolták ezt a morfmodot. Vigyük vissza a nyereményt. Így. És már nem is tudom, talán ez a láda, nem? Ez a kajás láda, de nem ide pakolom. Hopp. Na nézzük, hova szoktam pakolni a kis méhsejteket. Ez a növényes láda. Aha. A szörny potyatékos ládába. Nincs csak egy Amadeus. És mivel én nem mentem oly messzire a spawntól, ezért tudtam csinálni, illetve el tudtam kezdeni egy ilyen kis szállítószalagos science fiction-ös megoldást, ugye abban voltak régi science fiction-ök, ilyen mozgójárdák, és akkor itt szép nyugodtan, unalmasan lehet menni, közben nézni a gyönyörű pokoli tájat. Ez sajnos még nem készült el teljesen. De idővel folytatni fogom, amíg ott sülnek a dolgok és készülnek. Addig én ezt fogom teljesen kiépíteni, itt még megálltam, mert egy kicsit meg kell gondolni, hogy hogyan csatlakozok be pontosabban a spawnhoz. Majd egy kis lassan tölti be a csankokat. Á, és ott látszik, most látszik az, hogy én
Az elején ugye leköltöztem a spawn alá, a bányába, levéve fákat és egyebeket. Itt majd megmutatom az összes többi dolgot, de sajnos most a chunk betöltés hibája miatt először nézzük meg ezt. Ugye itt kezdtük el a játékot, azóta milyen szépen be lett telepítve ezzel a pár néhány ládával. Megnyílt a Volt Vetradio, és én, mint jó Evok törpe Android keresztezés, egyből itt leástam magam, kivilágítottam az egészet, hogy lehetőleg legyen legalább egy biztonságos hely, ahova a többi játékos bejöhet, és utána egy ideig föl sem mentem egyáltalán. Valaki nyitva hagyta az ajtót, itt éldegéltem egy kis ágyikóval, és amint látjátok, azóta teljesen benőtték a növények a kis régi helyemet. Hát most már ide nyugodtan le lehet jönni, hogyha kell valami, de itt szét is bontottak egy csomó mindent, tehát látszik, hogy használják a srácok. Csak kulturálatlanok nyitva adják az ajtót, és aztán csodálkoznak, hogy a szerverem miért fúj a szél, hát ugye húzat meg minden. Itt mellettem rakott egy másik úriember, és akkor igen, Gábor 912, és akkor itt bányázgattunk, arra felé volt a nagy mennyiségű sikoltozós meghalás, és a többiek nem használták az F7 gombot, ami ugye megmutatja azt ilyen kedves kis sárga és piros X-ekkel, hogy hova spawnolhatnak szörnyek. Én ennek a segítségével világítom ki az összes bányát és környezetemet, látjátok? Sárga X az, hogy nappal ide spawnolhatnak szörnyek, hogyha pedig piros X-et mutat ez az F7-es dolog, akkor oda mindig spawnolhatnak a szörnyek, mert éjszaka van. Na, közben betöltötte a csankokat. Itt van DC Andrew kis lakása, megint szépített rajta valamennyit. Alakulnak a dolgok. Ez itt gondolom az óvodai bündi szoba lesz, nem tudom még, de ez majd az ő tisztje, hogy leírja. És például itt is van egy tanulság, nem tudom igazán mi zakatol, itt voltak a vízkerekei. Kiderült az, hogy ide rakta a vízkereket, mint a videókban, Rotary Craftosat, és nem voltak hajlandóak megmozdulni. És mindent kipróbált jobbról csurgatni, balról csurgatni, a vizet, semmi nem történt, amíg ugye rá nem jött arra, hogy ebben a kis, és megőrülök, a valia már megint deaktiválta magát. Erre kérlek, hogyha tudtok valamit, akkor majd adjatok megjegyzést. Szóval ebben a kis alap grinderben kell azt megcsinálni, hogy ebbe beledobáljátok azt az újfajta növényt, amit itt láttok. Ezt csinál kenőanyagot, és csak kenőanyaggal hajlandó menni most már a vízkerék, aminek akkora a fogyasztás, hogy egyelőre még nem tudja fedezni a kis darálóval meg ültetvénnyel, úgyhogy ezt még majd később meg fogja oldani. Itt van ez a Steam Engine, amit melegíteni kell egy mellé rakott blokkal, mellette pedig vízblokkokkal hűteni, amellett, hogy bele is vezettek vizet. Hát ezzel volt egyik játékostársunknak, egy igen népszerűs videós celeb barátunknak problémája, háromszor robbantotta föl, mert ő lávával próbálta melegíteni, meg még az a bájom is 6 hőmérsékletileg, amiben ő ezt kipróbálta, de most már lehet tudni, hogy tűzzel kell alulról melegíteni, nem lávával, és akkor nagyjából stabil lesz, hogyha így vízzel is körbeveszitek. Nem gondolnátok azt, hogy ez a kis egyszerű alap homokvár cégünk komputer szakértőjét rejti magában. Ő szintén egy nagyon kedves denevér. Opalionnak hívják. Nézzük, mit találhatunk még a környéken, ami érdekes, és mi juthat eszünkbe, ugye, ami fontos. Van valami újdonság, szélkerék. Akkor ő zakatolt itt a hátam mögött, és úgy látom, hogy ő van annyira rendes, hogy kenőanyag nélkül is hajlandó működni. És itt crafting termőre, eme drive-ot meg lehet vele hajtani. Mondjuk nem úgy tűnik, mint hogyha lenne neki energiája. De gondolom ez is valami későbbi érdekes dolog lesz vetítővel. Steam Engine-nel. És így tovább. Aha. Történnek itt a fejlesztések azért. Aha, oda megy a víz a Steam Engine-be ilyen szép hosszan.
és ugyanúgy működik. Hát ő ráállt a Steamre. Kérdés, hogy a Grindr mellett mit szerette még csinálni vele. Ó, Towncraft. Ejtek egy pár szót a Towncraftról is, ugyanis az is meglehetősen fontos dolog, hogy egy pár dolgot annyira nem láttam még megemlíteni, különösen magyar nyelvű videókban, a Towncraftról. A Towncraft, ugye, mint tudjátok, át lett írva egy kicsit. Nagyon. És most ilyen kis vizuális, összekötögetős fejtörőket kínál fel nektek, amikor researcholtok. Amikor ugye kutatjátok, hogy mégis hogy, merre, meddig kéne ezzel működni. Na már most. A kutatás, a research az ilyen research pontokat igényel, majd amikor hazaérek, meg is mutatom. Ezek a research pontok ugye különböző aspektusok, amiket már megszokhattatok a Towncraft-tól. Az alapaspektusok a régi keleti és egyéb alkimista mágiák alapját képező föld, víz, tűz, levegő, rend és rendetlenség. És ugye ezeket úgy tudjátok megszerezni, ismét kiemelem, hogy ez a researchhöz való pont, mert külön van a researchhöz való aspektus és a tárgykészítéshez, alkimiához használatos. Ezeket úgy tudjátok megszerezni, hogy ezzel a kis nagyítóval oda mentek valamilyen új blokkhoz, amit eddig még nem szkenneltetek le, nyomva tartjátok a jobb gombot, és akkor ő szépen megszerzi, mint hogyha tanulmányoznátok a különböző anyagokat jó kémikusként, a research aspektusait. Vetranio ajándéka. Majd még foglalkozok vele, hogyha működik, akkor összevisszatom grafitizni vele a többiek házát, tehát ezt mindenképpen meg kell próbálni. Ez egy olyan trollkodási berendezés, amit nem hagyhatok ki. Szóval, abban az esetben, hogy itt researcholtok, ugye két dolgot lehet csinálni. Egyik az, hogy összekombináltok két aspektust, és lesz belőle egy harmadik. Ha jól tudom, akkor talán a tűz és a levegő adja ki. Nem a gyógyítás, hanem az élet aspektust, ezt külön ki kell researcholnotok, miután már jó sokat szkenneltetek. És akkor még több dolgot és még több tárgyat tudok beszkennelni, ami már él is. Mert alapban, hogyha egy ilyenre ránéztek, azt mondja nektek, hogy ú, sajnos még nem ismered ennek a lénynek vagy növénynek a teljes aspektus készletét, ezért nem engedem beszkennelni. No már most. Hogyha researcholtok, kaptok egy ilyen papírt, ahol láttok egy ilyen kis bonyolult marhaságot, ezeket a dolgokat tudjátok mozgatni, az itt fogyasztja a tintát, amit utána kell néha tölteni. És hogyha eltaláljátok a jó aspektusokat, egy pár ilyen rúna világít, és elkezdi vezetni az energiát. A lényeg az, hogy ezt a világító pontot összekössétek bármilyen sorrendben a többi ponttal, energia átmegy, ők is elkezdenek világítani, és akkor van meg a research, akkor találtátok fel az aktuális új dolgot. Nagyon fontos azt tudnotok, ami az egyik hiba, és így nincsen benne az elején. Megpróbálok keresni. Aha, látjátok, itt van három lőporhoz való kutatási anyag. Így néz ki, amikor így elkezdődik összekötődni az egész. Sajnos csak kettő nyit tud menni, tehát okosan kell beosztani. És ez például ennyi világító dologgal nem is tudom megcsinálni, mert ezek itt szükségesek. Ide kéne még egy, hogy ezzel összekössé, és utána még a kettő közé. És egyszerűen nem találtam már olyan aspektust, ami felfedeztem volna, és benne lenne. Itt látszik az, hogy ilyenkor én arrébb tudom mozgatni, mert már kiresearcholtam egy olyan kutatás segítő tudományt, de alapban ezeket nem lehet mozgatni. És hogyha kiválasztjátok azt, hogy beletartozik, akkor ez így kikapcsolódik, ilyenkor megjegyeztétek, hogy hol van, és utána vissza lehet kapcsolni. Tehát nagyon fontos az, hogy ha így kaptok egy ilyen kis kutatási, vizuális, fejtörő feladatot,
ne kezdjétek minden áron kidolgozni, mert valamikor egyszerűen nem működik, képtelenség összekötni jelen tudásotokkal, akkor nyugodtan próbálkozzatok újra, mindig más és más rejtvényeket fogtok kapni, és így majd kaphatok olyat, ami sikeresen megoldható, és sajnos azzal, hogy az elején egyfajta rejtvénye nagyon sokat próbálkoztok, azt okozza, hogy el fognak tűnni az összes ilyen alap research pontok, mert megpróbáljátok belekölteni, mint az állat, mozgatni, mérgelődni, ezt ne csináljátok, és akkor megmarad egészen addig, amíg research expertise és research mastery után meg nem tudjátok csinálni ezt a kis deconstruction table-t. Ez nagyon egyszerű, olyan, mint egy IC2-es recycle. Beleraktok bármilyen cuccot, az szépen így eszegeti, és bizonyos eséllyel az egyiknél kifogadni egy ilyen alap föld, víz, levegő, tűz, rend vagy rendetlenség aspektust a researchhoz. És így már megoldjátok azt, hogy ne jussatok a Towncraft közben zsákutcába, mert akkor egyszerűen megáll a tudomány, legalábbis eddigi tudásom szerint, lehet, hogy ez majd még később változni fog, és rájövünk valamire, és nem fogtok tovább tudni kutatni, és ennyi lesz az egész. Alkimiával még nem foglalkoztam, ugyanis szerencsére a Towncraft új verziójában már nem kell kondérban kifőzni dolgokat, hogyha a varázspálcádban van megfelelő vízmennyiség, akkor egy csomó mindent tudtok itt is alkotni. Egyelőre tartózkodtam attól, hogy a kaudronban bármit csinálok, nem akarok egy hatalmas taintbájomot zergekkel meg mindennel a környéken. Úgyhogy majd, amikor meg lesz az a kis lepárló berendezés és a többi, majd akkor fogok ezzel foglalkozni, addig csak kutatok. Itt egy pár open blocks-os automata látható, és hát ugye módkészítők figyelmébe lehet ajánlani ezt a nagyszerű kis megoldást. Tehát itt, ahogy látod a kis tárgyat, úgy tudod megoldani, hogy merre fele legyen az input, meg az output, ez nagyon tetszik. Na de most ilyen denevér XP-t leszívhatom a tartályba, beletöltödik ebből, és jó lesz. Hát tényleg a GregTechről a legjobbakat tudom mondani, mert így végre nem kell foglalkoznom az IC2-vel. Nagyon-nagyon sok hiszti, durci és egyéb volt a szerveren miatt. Hát, és mint tudjátok, ugye én Android Evok Droid Combo vagyok, Compound Creature, úgyhogy jövök is bányászni, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis videót. Most már csak azt kell megoldanom, hogy leállítsam, de idővel sikerülni fog. Minden jókat, sziasztok!